a forint között értéssárban lévő képeket a lenti frissen újra berendezett szobában állítottuk ki, és ha tehát a szobában lemennek ide, hogy beengedik, kérem tegyék meg, és végig sétálnak, akkor láthatjátok, hogy a magyar festészettől a legkiemelkedőbb művészetet tudtunk olyan műveket az árverésig megszerezni, amelyek lehet, hogy ismerősek lesznek, vagy lehetnek önöknek a magyar műtárgyakszor, viszont a kikiáltás járnak tekintet, hogy a jóval mérsékeltebb áron lehet rájuk licitálni. Tehát ez a fajta kezdeményezés, én bízom benne, mert az alapszínű cél fog találni. Nyilván nekem a kiemelkedő művek közül elsősorban a mögöttem látható alkotásról kell, és erről is beszélek szívesen önöknek röviden. Ez is a pincében volt eddig, de most itt van mögöttem, kicsit ijesztő, akárhol megyek, ott van valami vissza mögöttem. Ez a kép egy nagyon izgalmas és szép kép, látok körünkben már nagyon régóta szerepel. A történet a képnek családi vásárlás Boromisszától, ami egy nagybányám generációkon át öröklődő kép, amely a belvárosban volt egy lakásban, többször került kiállításra, és ezeken a kiállításokon a szignatúra környékén látható datálás volt az, amiben ez a mostani aukció új kutatás tudott, vagy kutatási eredményt tudott felmutatni. Korábban 904-re datálták ezt a képet a kiállítások kísérő szakkomment, illetve a monográfiák. A festmény kibontás után ez a két látszóval, vagy láthatóan 909-re datálható, tehát a neós nagybánya iskola tulajdonképpen a legjobb időszakában készült Boromisza a főműről, a szóval rendkívül kedvező a kikiáltására, 26 millió forinttal indítjuk. Több budapesti gyűjtő és egy külföldi gyűjtő érdeklődését is felkeltette már a kép, úgyhogy bízom benne, hogy olyan leütési árat tudunk elérni, hogy a következő magazinban erről tudunk vidáman írni. Az összes festmény kikiáltására 200 millió forint magasságában van, ez a Bárd életében, a május aukciók életében egy szép kiemelkedés kerekszám. Számtalan olyan festmény van benne, ami rendkívül kedvező kikiáltási áron indul, és hogy azt gondoljuk, hogy nem csak gyűjtői szemben érdekes, hanem a fektetői szemben is érdemes ebben a banki környezetben esetleg pénzt ebbe a szegmensbe fektetni. Az árverések kicsit majd, azt hiszem a Tamás fog erről beszélni, más időtől a 18 órakor kezdődnek, én is hadd mondjam el, mert ezt szeretném minél többször elmondani, egy kicsit kitartott ez az idő, alkalmazkodva a munkából érkező időbeosztásához. Én alapvetően azért vagyok itt, hogy önöknek a ceremónia végén is néhány mondatom, akár egy-egy interjús beszéljek, külön-külön, úgyhogy kérem, hogy használják ezt a lehetőséget, én állok rendelkezésükre. Egyet szerettem volna mondani, és akkor én Nagy Tamás úrnak átadnám a szót.